Polgármester úr, miért fontos most ez a mai ankét? Mit jelent a város, illetve az Egyesület számára? Tavaly évben, nagyjából pontosan egy évvel ezelőtt döntöttünk arról, hogy egy külső megkeresés alapján, hogy mellé állunk ennek az ötletnek, és Karcag Cycling néven elindítunk egy profi kerékpáros csapatot Magyarországon, illetve a környező országok versenyein. Ez túl azon, hogy a sport támogatása és a kerékpársport népszerűsítése egy olyan reklám lehetőség a városnak, egy olyan város marketing fogás, amellyel egy kicsit népszerűsíteni tudjuk Karcagot, a turizmus célpontjává tudjuk tenni, és egy kicsit be tudjuk mutatni magunkat különböző versenyeken, különböző prospektusokon és lehetőségeken keresztül. Úgyhogy én azt gondolom, hogy több oldalról is megérte ezt a csapatot létrehozni, hiszen egyre többen keresik Karcagot, egyre többen kíváncsiak arra, hogy mi is van a csapat mögött, mi is van azon a településen, ahol egy ilyen profi kerékpáros csapat működik. Milyen sikereket értek el eddig? Az előzetes várakozást jócskán túl értékelhetjük, hiszen jócskán túl teljesítették a versenyzők, hiszen először is az volt a célunk, hogy be tudjunk mutatkozni ebben a profi mezőnyben, amely azért nagyon erős, még Magyarországon is meg tudjuk állni a helyünket. Azok a versenyzőink, akiket igazoltunk ebbe a csapatba, azt tudtuk, hogy nagyon jó versenyzők, nagyon jó mentalitással rendelkező profi versenyzők, de hát mégiscsak egy csapatot kellett belőlük alkotni. Annyira jól sikerült, hogy több magyar bajnoki címet is szereztek versenyzőink, ezzel is öregbítve Karcag hírnevét, illetve azokon a külföldi versenyeken több dobogós és dobogó közeli helyet értek el. A legutolsó versenyünkön pedig a szerb körve versenyen már igen előkelő összetetben is előkelő helyet tudtak megszerezni. Eltelt egy év, hogyan tovább, mik a jövőbeni tervek? Azért is van ez a mai találkozó, hogy egyrészt értékeljük ezeket az eredményeket, lássuk azt, hogy honnan, hova fejlődött a csapat, lássuk azt, hogy milyen prioritásokkal vághatunk neki a következő évnek, és hát egyáltalán lássuk azokat az elképzeléseket, azt a szponzori hátteret, amellyel el tudjuk indítani ezt a csapatot, és hogy melyek azok a lépcsők, amelyeket esetleg léphetünk, hiszen ahogy más sportágokban is, itt is több osztályban tudunk indulni, más-más versenyeken lehet, egyre rangosabb versenyeken lehet indulni, ehhez azonban nyilván teljesíteni kell bizonyos feltételeket. Tudnak még befogadni újabb szponzorokat? Tehát van lehetőség a csapat támogatására? Természetesen, hiszen ahogy minden sportágban is, ugye ezt nagyon jól megfogalmazták régen, kis pénz, kis foci, ugyanígy van más sportágokban is, és természetesen a kerékpár sportágban is, tehát ha valaki úgy gondolja, hogy szeretné támogatni ezt a csapatot, akkor örömmel vesszük a közeledését és a támogatását. Mindenképpen szükséges természetesen keresni a folyamatos szponzori hátteret, hiszen ahhoz, hogy részt tudjanak venni ezeken a versenyeken, ahhoz, hogy meg tudjanak mutatkozni, egy technikai sportágról is szó van, tehát itt azért be kell szerezni a kerékpárokat is, és el kell jutni a versenyre is valamilyen szinten. Tehát kell a biztos szponzori háttér. Én remélem, hogy a következő évben is meg tudjuk teremteni ezeket a feltételeket. Köszönjük, polgármester! Köszönöm. Solymosi Mártonnal beszélgetünk. Kérem, értékeld a elmúlt egy évet. Milyen sikereket értettek el, illetve mit jelent a csapatotok számára? Rendkívül sikeres év volt. Ráadásul ez az első évünk volt, mint kerékpáros csapat itt Karcagon. Abszolút sikeres évnek rendeljük el, hiszen mint megalapuló csapat a magyar első számú versenyt, a Liga Kupát elméletileg nyerjük, legalábbis még van egy forduló hátra, de mi vezetjük a tabellát, úgyhogy azt mindenképp még beszeretnénk fejezni sikeresen, hogy elsőként zárjuk a versenyt. Mennyire egyedülálló ez, hogy új csapat, alakuló csapat és már vezettek? Abszolút, hiszen tényleg a semmiből építettük föl idénre ezt a csapatot, a Karcag név új keletű volt a kerékpársportban, és már is hatalmas sikereket értünk el, mind Magyarországon, mind pedig külföldön is. Mi volt a legnagyobb érdem eddig, illetve mi volt a legnehezebb a elmúlt egy évben?
A legnagyobb érdem az most valósult meg a szerb körversenyen, hiszen ott egy szakaszon harmadik helyen zárt Filutás Viktor a csapatból, tehát egy dobogós helyet szereztünk egy UCI kategóriás versenyen, ami rendkívül nagy szám így a kerékpársportban, pláne a hazai kerékpársportban. Illetve a Tour de Hongrie való részvétel, ott sajnos csak válogatottként vettek részt a karcag versenyzői, illetve Filutás Viktor egyedül. De az, hogy egy ilyen szintű versenyen megjelent a csapat, amik mint válogatott tag, nem mint a csapatmezbe bújva, ez is egy komoly szakmai elismerés, illetve sikernek minősül. Felkészüléssel rendben vagytok-e? Van-e időtök? Tudtok felkészülni a versenyekre? Természetesen van mindenkinek ideje, hiszen úgymond első számú munkánk ez. Rengeteg időt, energiát veszel, de mindenki a legnagyobb erőbedobásával edz és készül a következő versenyekre. Polgármester úrtól is megkérdeztük, hogy eltelt egy év, mire számítotok a jövőben, milyen tervekkel indultok a következő egy évnek? A következő év nagyon kritikus lesz szerintem a csapat jövőjét tekintve, hiszen megpróbálunk egy szintlépést, kategóriát lépni, tehát kontinentális szintre szeretnénk a csapatot emelni. Erről már több szó is elhangzott. Ez nyilván a vezetőségen is múlik. Nézőinknek mondjuk már, akik nincsenek benne a sportban, mit jelent ez, hogy kontinentális? A kontinentális szint az az első, tehát a legalsó profi kategóriájú szint. Ennek rengeteg előnye van, hiszen magasabb szintű versenyeken tud indulni a csapat, a karcagmezben, nem úgy, mint válogatott, hanem mint karcagcsapat. Hát sok sikert kívánunk nektek! Köszönjük szépen!